Lezárásokra és terelésekre lehet számítani Székesfehérváron ezen a héten. A forgalomkorlátozásra a város országos hírű könnyűzenei fesztiválja miatt van szükség. A Fezenhez kapcsolódóan idén is változik a forgalmi rend a fesztivál területének környékén. A korlátozások július 29-én 0 órától kezdődnek, és egészen augusztus 4-e évfélig tartanak. Az Újváraljasort az A3 jelű útnál, vagyis az Újváraljasor és a déli összekötő út között, valamint a Takarodó úti csomópontnál lezárják, csak a célforgalom számára szabad a közlekedés. Ezen kívül lezárják a Mart aszfaltos út, Takarodó út és A3 jelű út végét. A 12Y helyi autóbuszjáratok terelő útvonala mindkét irányban, Újváraljasor, A3 jelű út, déli összekötő út. Mindkét irányban kimaradnak a Délvasút utca, Állatotthon és a Takarodó úti megállók, helyettük ideiglenes megállókat jelölnek ki az A3 jelű úton. Július 31-e és augusztus 3-a között naponta, délután 2 és éjjel 3 óra között az A3 jelű út egyirányú lesz a Mart aszfaltos úttól a déli összekötő út felé, kivéve az autóbuszok számára.